Az állatok a fedélzeten egy 2-től 4 főig játszható társasjáték, amelyben mindenki kap egy bárkát, és megpróbál a bárkája fedélzetére minél több állatot gyűjteni. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, 20 élelmiszerládát, 4 szünetzászlót, egy kezdőjátékos zászlót, 4 bárkát és 60 darab állatlapkát. Minden játékos vegyen magához egy bárkát, és helyezze maga elé úgy, hogy ez a két tartó kerüljön elé. Mindenki vegyen magához egy ilyen szünetzászlót. A játékban 12 állatfaj van, és minden állatfajból 5 példány van, 1, 2, 3, 4, illetve 5 értékkel. 4 fős játék esetén mind a 12 állatfajra szükségünk lesz, 3 játékos esetén viszont 10 állatfajra lesz szükség, így két állatfaj 5-5 lapkát ki kell venni a játékból. 2 fős játék esetén pedig 8 állatfaj lesz játékban, tehát 4 állatfaj, azaz 20 lapkát ki kell venni a játékból. A játékba kerülő állatlapkákat képen lefelé meg kell keverni, majd alakítsunk ki belőlük képen lefele fordított paklikat a játéktér mellé. Az élelmiszerládákat helyezzük mindenki által könnyen elérhető helyre, majd innen vegyen mindenki magához egy ilyen élelmiszerládát. A játék során szerzett élelmiszerládákat mindig úgy kell tartani, hogy a többi játékos lássa, hogy mennyink van. A véletlenszerűen választott kezdőjátékos vegye magához a kezdőjátékos zászlót, majd minden játékos húzzon 3 állatlapkát, ezeket a játékosok kézbe veszik, és ezek közül titokban kiválasztanak egy lapkát, amit a bárkájukra helyeznek. Mondjuk ez a játékos kiválasztja ezt a 4-es zebrát, felhelyezi a bárkájára, a maradék lapkákat pedig a játéktér közepére kell helyezni képpel felfelé. Tehát például egy 4 fős játékban itt 8 felforított lapka lesz ezután. Ezután kezdetét veszi a játék. Egy kör elején mindig valamennyi felfordított és egy lefordított állatlapka lesz a játéktér közepén. 4 fős játék esetén 12 felfordított és egy lefordított. 3 játékos esetén 10 felfordított és egy lefordított. 2 fős játék esetén pedig 8 felfordított és egy lefordított lapka lesz. Tehát egy 4 fős játéknál 12 felfordított lapka kell, hogy legyen itt. Az azt jelenti, az itt lévő 8 mellé húzunk még 4-et. Ezek képpel felfelé kerülnek ide, és egyet behelyezünk még képpel lefelé. A kör elején az itt lévő állatok egy nagy csapatot alkotnak, a kör során pedig ez a csapat egyre kisebb csapatokra fog szétoszlani. A kört az kezdi, akinél a kezdőjátékos zászló van, és őt követően az óramutatójárásával megegyező irányba halad a körsorrend, a soron következő játékos pedig két lehetséges akció közül kell, hogy egyet végrehajtson. Az egyik akció lehetőség, hogy egy állatcsapatból két különálló állatcsapatot hoz létre. Ennél az akciónál a játékosnak egy olyan állatcsapatot kell kiválasztania, amelyben legalább két állatlapka van, és ebből a csapatból két különálló csapatot fog létrehozni. Hogy az újonnan kialakított csapatokba, hogy lesznek szétosztva a lapkák, azt a játékos dönti el, de az előző csapat minden tagját a két új csapat valamelyikébe kell berakni, és a két új csapatnak legalább egy-egy lapkából kell állnia. A többi állatcsapathoz nem nyúlhat, tehát mindig egy csapatból kettőt alkot. Mivel a kör elején az összes lapka egy csapatot alkot, így csak ez az egy csapat választható, és abból tetszőlegesen összeválogatott két új csapatot kell létrehozni. Azt is megteheti a játékos, hogy ezt a csapatot úgy osztja szét, hogy csak mondjuk ezt az egy lapkát rakja külön. De bármilyen kombináció elképzelhető, fontos, hogy a kettéosztás után egyértelműen látszódjon, hogy mely lapkák tartoznak össze, és a kettéosztás után az akciót végrehajtó játékos magához vesz egy élelmiszerládát. Fontos, hogy egy játékos előtt sem lehet 5-nél több élelmiszerláda. Ha valaki előtt már 5 élelmiszerláda van, és ezt a kettéválasztás akciót választja, aminek a végén egy élelmiszerládát kapna, akkor ahelyett, hogy a 6-odikat megkapná, az előtte lévő 5-ből egyet vissza kell adnia. Tehát így 4 élelmiszerládája lesz végül az akció végrehajtása után. A következő játékoson a sor, ő is a kettéválasztást fogja választani. Mondjuk ebből a csapatból kiválogatja a zebrákat, meg a gorillákat, azokat egy csapatba rakja, a többi 3-at pedig egy másikba. Következő játékoson a sor, ő mondjuk elveszi ezt a két lapkát ebből a csapatból, és így 2 csapatot alkot. És a másik választható akció lehetőség az, hogy egy állatcsapatot felteszünk a bárkánkra. Ilyenkor annyi élelmiszerládát kell befizetnünk, amennyi a csapatban lévő lapkák száma. Tehát ez a játékos jelen pillanatban csak ezt a csapatot választhatja. Úgy nem dönthet, hogy egy csapatnak csak egy részét rakja fel bárkára. Tehát mindenféleképpen egy teljes csapatot kell kifizetnie, és a teljes csapatot fel is kell raknia a bárkára. Ha 4 élelmiszerládája lenne, gyakorlatilag bármelyik csapatot választhatná, de ebben a helyzetben úgy dönt, hogy befizeti ezt a 2 élelmiszerládát, és ezt a 2 állatot felrakja a bárkájára. Ha egy játékos azt a lapkát vinni el, ami lefordítva szerepel a játéktér közepén, akkor azt úgy, hogy a többi játékos ne lássa, mi van rajta, szintén a bárkájára helyezi, képpel felfelé. Aki ezt az akciót választja, az aktuális körből automatikusan kiszáll, a szünetzászlóját pedig felhelyezi a bárkájára, hogy jelezze, a kör nélküle megy tovább.
A tőle balra ülő játékoson a sor, ketté választhat egy állatcsapatot, ezzel élelmiszerládához jutva, vagy a bárkájára is rakhatja valamelyik csapatot, kifizet vannak költségét, ami megegyezik a csapatban lévő lapkák számával. Amikor már csak egy játékos bárkáján nincs zászló, akkor amikor ő sorra kerül, a két választható akció közül bármelyiket választhatja, azt végrehajtja, és a kör ezután véget ér. Aki elsőként száll ki a körből, tehát elsőként tűzi a bárkájára a szünetzászlót, az magához veszi a kezdőjátékos zászlót is, és a következő körben ő lesz majd a kezdőjátékos. Új kör kezdődik, az új kör kezdetén mindenki kiveszi a zászlóját, a játéktéren maradt állatlapkákat össze kell szedni egy nagy állatcsapatba, és a játékos szám függvényében fel kell tölteni 12, 10, illetve 8 felfordított és egy darab lefordított állatlapkára. Az előző körből maradt volna itt lefordított állatlapka, akkor újabbat nem kell lefordítani, tehát csak a felfordítottak számát kell feltölteni annyira, amennyi a játékos számhoz szükséges. A játék pedig annak a körnek a végén fejeződik be, amikor legalább egy játékosnak legalább 10 állat van a bárkáján. Az a kör még teljesen lemegy, tehát minden játékos sorra kerül egészen addig, amíg egy kivételével minden bárkán zászló van már. Az utoljára sorra kerülő játékos még vagy csapatot választ ketté, amivel élelmiszerládához jut, vagy pedig csapatot vesz fel a bárkájára. Ezután a játéknak vége. Bár a bárkán 10 állatlapkának van hely, elvihető több is, ilyenkor az elvitt lapkákat egyszerűen a bárka mellé kell helyezni képpel felfelé. A játékvégi pontozás során mindenki maga elé veszi az állatlapkáit, és azokból az állatfajokból, amelyekből pontosan két lapka van, azokat visszahelyezi a játék dobozába. Ezeket nem kaphat pontot, Noé elviszi őket a saját bárkájára. Amennyiben a párok kidobása után valakinek 10-nél több állatlapkája lenne, le kell csökkenteni a lapkák darabszámát úgy, hogy csak 10 maradjon. A játékos szabadon dönthet arról, hogy melyik lapkát teszi vissza a játék dobozába, de nem csökkentheti úgy a lapkájának a darabszámát, hogy egy állatfajból csak kettő maradjon. A pontozást tekintve pedig két kategória van. Vannak a magányos állatfajok, ezek egyetlen állatlapkákból állnak, és vannak a hordák, ezek pedig legalább három lapkából állnak. Egy magányos állat mindig annyi pontot ér, amennyi rá van írva, tehát 5, 5, 4, 2 pontot érnek ezek a lapkák a játékos számára. A hordában szereplő lapkák viszont automatikusan a maximális 5 pontot érik. Tehát attól függetlenül, hogy itt egy látható, mivel ez a lapka hordában szerepel, 5, 5, 5 pontot ér mindegyik. Emellett pedig minden megmaradt élelmiszerláda 1 pontot ér. A játékot pedig az nyeri, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. Egyezőség esetén az nyer, aki több különböző állatfaj gyűjtött a bárkájára, ha pedig még ekkor is egyezőség van, akkor a játéknak több nyertese van. Az állatok a fedélzeten egy egyszerű, de gondolkodtató társasjáték. A játékosok közötti interakció magas, hiszen amellett, hogy egymás elől visszük el az állatlapkákat, a csoportok kialakításánál is figyelni kell a többiek lehetőségeit, emlékezzünk kell arra, hogy ki mit gyűjt, mi lehet hasznos a számára. Bár csak két választható akció van, ezek időzítése nagyon fontos. Bár a téma és a megjelenés gyerekjáték jellegű, felnőtteknek is tartalmas szórakozást tesz lehetővé az állatok a fedélzeten.